Éppen csak hazaest a magyarulásból, és már itt is ülök, hogy csináljam nektek az új videót, mert hogy van mit megbeszélni, ugyanis sok minden történt a piacon, úgyhogy lássunk rögtön neki is. Lesz nemesfémek, lesz egy-két jó részvény, és lesz kriptó mindenképpen. Az egyik legmeglepőbb dolog a nemes piacnak a reakciója volt a Fed kijelentésekre, és rögtön meg is nézzük a csártot, hogy miért volt annyira meglepő, de azért le kellene tisztázni, hogy körülbelül mi is történt, és miért reagált úgy a piac, ahogyan. Nos, a Fed továbbra sem cserélte, vagy változtatta az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy emele kamatot, vagy pedig sem, nyilvánvalóan nem, és továbbra is azt szajkózza, hogy 2023 előtt ez nem fog megtörténni, és 2023 környékén is majd két lépcsőben fogja megtenni a kamatemelést. Ezzel nincs is semmi gond, ugyanis mindig is ezt mondták, és folyamatosan ragaszkodnak ehhez az álláspontjukhoz, és ami megváltozott ebben az egészben, az a bankok reakciója erre a nem változásra. Az pedig az, hogy a bankok egyre nehezebb helyzetben vannak, ugyanis nem érkezett még hír arról, hogy a Basel 3 esetleg késne, ezért úgy kell felfognunk, hogy 28-án életbe fog lépni, ami pedig nagyon rossz hír nekik, hiszen ha már a kamatemelés nem történik meg, amiből hasznot tudnának húzni, ezért sortolással próbálják meg kiegyenlíteni a veszteségeiket, és nyilvánvalóan sortolják az arany és az ezüst piacot, amennyire csak lehet, ami pedig így néz ki a csárton. Az arany napos csártyát nézzük, és láthatjuk, hogy borzasztóan beszakadt az árfolyam. Nos, áttört mindenféle szupportot, ami előtte állt, kezdve a 1850-nel, aztán folytatta 1791-el, majd a 1766-tal. Ez teljesen elfogadható, ugyanis ez határozottan a bankok reakciója a FED kijelentésekre. Nos, aki rövid távon kereskedi az aranyat, illetve az ezüstöt, is, aminek a csártyát nem sokára megnézzük, annak jobb, ha pozíciózárást nem mellett dönt a következő napokban, illetve hetekben, bár meg kell várni, hogy, reagál az ára jövő héten, hiszen ezt a befektetők sem fogják szó nélkül hagyni. Nos, ami történt az az, hogy a szuportok áttörése miatt ez határozottan pozíció, bezárási jelzés, így aki esetleg valami profitot ki tudott még húzni ebből, vagy még mindig ki tud húzni ebből, az most egy kicsit jobban teszi, hogyha bezárja a pozícióit. Én is ezt tervezem egyébként abban a pillanatban, hogyha ez a lila alsó trendvonal esetleg veszélybe kerül, amire megmondom őszintén, jelenleg nem látok semmiféle technikai konfirmációt, illetve technikai okot arra, hogy miért történne ez. Mindemellett természetesen egy lehetőség, nem szabad elvetni ezt sem, és erre a forgatókönyvre is rendelkeznünk kell egy tervvel. Én mindenféleképpen zárni fogom a pozícióimat az aranyon, amikor az a lila trendvonalot törni fog, és bár technikailag nem számolok ezzel az eshetőséggel, a lehetőség nyilvánvalóan ott van, és ezért erre a forgatókönyvre is rendelkeznünk kell egy jó kis tervvel. Én egy kicsit hosszabb távon kereskedem az aranyal és az ezüsttel, azonban a jelekre odafigyelek, és bár nehéz szívvel, de ha meg kell válnom a pozícióktól, akkor meg fog válni tőlük, és ez az, amit minden tradernek nagyon meg kell tanulni az önuralmat, és nem szerelmesnek lenni egy adott elembe. Én nagyon szeretem az aranyat kereskedni, de ha az arany azt mondja, hogy most ne kereskedjük tovább, akkor nem szabad, az a lila trendvonal pedig ott nagyon vészesen közel van. Azonban mindenféleképpen fel kell hívnom figyelmet arra, hogy az aranynak a fundamentális háttere változott, de nem negatív irányba, hanem még pozitívabb irányba. Márpedig, hogyha a Bábel 3 elindul június 28-án, akkor onnantól kezdve nem nagyon lesz akadály, hiszen továbbá nem sortolhatják a bankok a papír aranyat és a papír Ez pedig nagyon-nagyon pozitív lesz majd a csártnak, és remélem, hogy ezt is fogjuk tapasztalni 28-a után. Amire még érdemes figyelmet fordítanunk, az az ezüst csártya, ami sokkal jobban néz ki, mint az arany, hiszen ugyanígy beszakadt három napon keresztül, tehát lényegében hat napig egymás után negatívban zárt, de az utolsó három nap volt az, ami kicsit durvábbra sikerült. Nos, az ezüstnek a napos csártya azonban azért pozitívabb, mert még ezzel az eséssel is jelen pillanatban high -low szinteket épít, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nyomja magát a 28,294-es ellenálláshoz, amit eddig eddig nem sikerült áttörnie, de egyre kisebb távolságokat kell megtennie a befektetőknek ahhoz, hogy felnyomják az árat. Úgyhogy én egészen addig nem aggódnék, amíg ennek a struktúrának, ennek a vegy alapzatnak az alsó trendvonalra lefelé nem törik. Itt is az ezüst pozícióim egyébként ide vannak fókuszálva, az összes stop loss szinten pedig az előző higher low szinten van, ami lényegében a 23,895-ös szint, ennek a szintnek a lefelé törése azért már nekem is jelezni azt, hogy bizony gondok vannak a napos csárton, de csak azért, mert most korrekciózik, ez nem jelent még semmit, hiszen korrekciózott már többször is előtte, és folyamatosan felfelé építi magát a struktúrát, úgyhogy egyelőre nem aggódom az ezüst miatt. Így nem mondhatjuk azt, hogy az arany és ne követné az elemzésünket, hiszen ez a korrekció még belefér abba, amilyen tervet kidolgoztunk rá, de figyelni kell, és hogyha jelzést küld nekünk a piac, akkor nyilván rea reagálni rá. Nos, azonban vannak olyan részvények, amik vagy pontosan lekövetik az előző elemzésünket, amiket még hetekkel vagy hónapokkal ezelőtt készítettünk, vagy nagyon pozitívan reagálnak a jelenlegi piacra, és meg is nézzük, melyek ezek. Az egyik ilyen részvényünk a Lockheed Martin, amik még akkor kapott zöld lámpát, amikor a 200-as emát sikeresen törtem március 24-e környékén, és az volt az első predikciónk, hogy legelőször ide fogunk el látogatni a 400-as árig, majd visszakorrekciózunk a 376,5-re a ciklikus időszak végével, és utána folytatjuk az utunkat a 420 dolláros szintig. Csak nagyon picivel maradtunk le a 400 dolláros célára, és nagyon szépen korrekciózunk lefelé a ciklikus időszak végére, úgyhogy innen számítanék majd pozitív mozgást a 420 dolláros szintig, azonban be kell fejeznünk a ciklikus időszak korrekcióját, és valószínűleg egy tesztelést is várhatunk majd a 200-as emára, így elképzelhető, hogy alá fog szúrni az ára 376,5 dolláros szintnek, de a lényeg, hogy ez a sáv véglegesen ne engedje el, hiszen ekkor fogunk tudni előteljesen kiindulni majd a 420-as szintig. A Lockheed Martin tehát pontosan azt csinálta, amit elvártunk tőle, de van egy részvény, ami viszont nem, de attól függetlenül nagyon pozitív. Sokat vártunk ugyanis, hogy az SPC-je, azaz a Virgin Galacticnak a részvénye elinduljon végre felfelé, és ezt megtette. Először kimozdult ebből a vörös veszélyzónából, majd törte az 50-es emát, a 200-as emát, és utána létrejött a Golden Cross, ami abszolút zöld lámpát adott a részvénynek. Jelenleg a célárunk a felső trendvonal, azt szeretnénk elérni, azonban kicsit veszélyesnek tűnik, hogy a ciklikus időszak végéhez közeledünk, ami az előző ciklikus időszak végén igencsak késlekedve hozta meg a korrekciónak a végét, ezért, ha szerencsénk van, akkor most is késni fog, és akkor még egy kicsit tudunk felfelé menni, mondjuk a felső trendvonalig. Minden esetre mindenféleképpen megéri ezt a trendvonalat, amit az alsó pontokhoz illesztek, figyelemmel kísérni, hiszen ennek a törése már indikálhat arra, hogy ez a felfelé vezető csatorna struktúra megtörik, és akkor elképzelhető, hogy korrekció, esetleg nagyobb korrekció is lehet a dologból. Azért is kell extra figyelmet fordítani a Virgin Galactic részvényére, mert ez sokkal inkább kereskedett részvény, mint befektetett, és ezért van egy nagyon rossz tulajdonság, az pedig az, hogy minden előjel nélkül képes beszakadni, és oda visszatérni az ár, ahonnan elindult, vagy egy nagyon picivel feljebb. Tehát gyakorlatilag folyamatosan emelkedik az ár részvény átlagára, de ettől függetlenül folyamatosan visszatér oda, ahonnan elindult, vagy egy picivel feljebb. Tehát amikor megtöri a gyakorlatilag felfelé vezető csatorna mozgását, az egy struktúraváltás, és akkor érdemes pozíciót zárni. Reméljük, hogy odafigyeltetek erre, de nézzünk más részvényeket is, például mi történik a kriptopiacon. Ez elég fontos, mert a bitcoin egész jól alakul, egész jól reagál az elemzésünkre, és van olyan részvény is, illetve kripto elem, ami nagyon pozitívan reagál, ami borzasztóan meglepő a jelenlegi körülmények között. Tehát bitcoin egyáltalán nem javult az árfolyam, sőt tulajdonképpen azt csinálja, amit vártunk tőle. Újra letesztelte ugyanis a 200-as mozgó átlagot, majd élesen elindult lefelé a ciklikus időszak végével. Jelenleg is a ciklikus időszak végén vagyunk, illetve már az újat megkezdtük technikailag, de ez általában szokott késni 3-4 napot, mire a korrekció leért teljesen a végére. Most látjuk, hogy azért itt van egy sáv, ami igen erősen tartja az árfolyamot, és nem nagyon akarja elengedni de ettől függetlenül már közeledik a Def Cross, tehát az 50-es exponenciális mozgó átlag hamarosan áthaladja lefelé a 200 es exponenciális mozgó átlagot, ami egy nagyon-nagyon rossz jelzés. Ugyanakkor figyelemmel kell kísérnünk ezt a szintet, hiszen láthatjuk, hogy egy újabb próbálkozás után megint csak egy kicsikét visszakorrekciózott az ár. Technikailag az elemzés nem változott, és továbbra is a 28 ezer dolláros szint, illetve USDT szint a célárunk egészen addig, amíg ez technikailag nem változik. Nos, amit kialakít jelen pillanatban, az most már nem egy vegy alakzat, hiszen ezt megtörte egyszer lefelé, aztán felfelé, hanem most már határozottan egy zászlóról beszélhetünk, ami viszont még inkább bér tehát még inkább a medvetrendnek az erősségét jelzi, a vegyből még könnyebben kitörhetett volna felfelé, a zászló azonban még inkább megerősíti bennünk azt, hogy valószínűleg ez tovább folytatja majd az útját lefelé. Természetesen megvan a lehetősége, hogy ez nem így fog történni, és agresszívan elindul felfelé, ami nagyon pozitív lenne, hiszen tudom, hogy nagyon várjátok már, hogy végre meginduljon a kriptopiac, de ehhez a kriptopiac tőkéjének a visszatérése kell, és jelenleg nem ezt tapasztaljuk, hanem pont az ellenkezőjét, továbbra is csökken a kriptópiacnak a tőkéje, ami egyáltalán nem pozitív a bitcoinra. Tehát további süllyedést várok, továbbra is oldalmozgásban, és meglátjuk, hogy mi fog történni, hogyha a DevCross megtörténik, amire egyébként számításaim szerint körülbelül kettő kötőjel három napja van. Minden más kriptóelem jelen pillanatban egy picikét vagy nagyon negatív, Kettőt kivéve, az egyik a SOL, amit már kielemeztünk Patreonon, a másik pedig a Tfuel, amit szeretnék nektek megmutatni, mert igen csak jól néz ki a csárt. Nos, a Tfuel nagyon pozitívan reagált eddig a borzasztóan negatív kriptópiacra, ami azt jelenti, hogy a megmaradt kereskedők ide tértek át leginkább, és most ezt a csártot preferálják kereskedésre. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Tfuel nem zuhanhat le erről a szintről, hiszen látjuk, hogy egy nagyon komoly ellenállás szintbe ütközött, amit nem képes törni, ez pedig körülbelül a 0,59 illetve 60 USDT szint, ami most már június 8-a óta tartja az árat, tehát 12 napja. Ez azért fontos, mert aki most gondolkozna pozíció nyitásban, annak mindenféleképpen meg kellene várnia, hogy ez a szint felfelé törjön, esetleg letesztelje az ár, hogy ezt már áttörte, és elinduljon újra felfelé, akkor van egy nagyon jó vásárlási lehetőség. Alatta viszont egy kicsit rizikós, ugyanis senki nem szeretné látni, hogy nagyon sokáig tartózkodjon alatta, addig viszont rizikós, hogy esetleg leeshet, hogyha még több tőke áramlik ki majd a kriptópiacból, esetleg valami okból az itteni kereskedőknek is elmegy a kedve. Bár a csárt pozitív, Amire érdemes odafigyelni technikailag, az egy alsó trendvonal, ami a mostani mozgásnak az alsó trendvonalja. Ennek a törése esetleg indikálhatja azt, hogy meggyengült a kereskedési kedv és a vételi kedv a T-fuel kapcsolatban. Nos, jelen pillanatban felette vagyunk és nem alatta, és én nagyon remélem, hogy ez most már be fog szorulni egy wedge ami felfelé tör, hiszen ez még mindig azt jelzi nekünk, hogy némi élet maradt a kriptopiacban ez pedig természetesen nektek is nagyon pozitív lenne. Van azonban végig egy részvény, amit meg szeretnék ma mutatni nektek, ez pedig egy elemzés kérés az egyik Patreon tagomtól, ami nagyon érdekes és egy jó lehetőséget hordozhat magában. Ez a részvény pedig a Corsair Gaming INC, aminek a napos csártyát láthatjuk. Egy nagyon fiatal csártról van szó, ugyanis az IPO 2020. szeptember 23-án startolt, ami nagyon pozitív az IPO-ban, hogy rögtön elindult felfelé, és nem úgy reagálta, hogy az az IPO-tól megszokható, hogy elér egy bizonyos magasságot, majd élesen bezuhan a kiinduló pontig vagy az alá, hanem egy oldalmozgásba kezdett, ami jelen pillanatban picit lefelé tart, de a 29,81 dolláros support nagyon szépen tartott eddig. Nos, nagyon pozitív lenne látni azt, hogy esetleg ez a support maga fölött, vagy a közvetlen közelében tartja az árat, hiszen ez esetben, abban a pillanatban, hogy a felső trend van, amit láthattok itt fölfelé törni tudna, egy nagyon jó vételi pozíciót ad nekünk elsődleges célárig a 68,55-ig. Nos, azért pozitív a chart, mert amíg nagyon szépen oldalmozgást végez az ár, addig láthatjuk, hogy a fundamentális ereje folyamatosan nő. A Total Liabilities and Shareholders Equity mutatja nekünk azt, hogy milyen befektetési erő van a cég mögött, és ez az első negyed évben, 2021-ben 1,33 milliárd dollár volt, ami nem csökkent, hanem emelkedett, ami nagyon-nagyon pozitív. Továbbá a revenue-nak a pici visszaesése 529 millió dollárra sem szignifikáns, hanem csak egy nagyon picit lejjebb ment, de továbbra is annak lehet tekinteni, hogy szinten tartja a revenue magát, ami nagyon jó az operációt tekintve. A MACD-re jelen pillanatban nem támaszkodom, mivel folyamatosan csökken a volume szint, és addig a MACD nem küld nekünk biztos és megbízható információt. Annyit minden esetre lehet olvasni belőle, hogy most már a nulla fölé konvergált, ami egy pici pozitív jelzés, de mint említettem, erre most nem veszünk ki kenyeret. Viszont amire vehetünk kenyeret, az, amit az előbb is elmondtam, hogy a felső trendvonal törjön. Láthatjuk, hogy ez az ár fogta meg itt legelőször a mozgást, majd ezt kettőször próbálta megtörni ezután, ezzel létrejött a trendvonal, és jelen pillanatban innen csapódtunk vissza. Ami azt jelenti, hogy ha jövőben valamikor sikerül törnünk ezt a trendvonalat, az egy nagyon-nagyon jó vételi pozíció. Ami azt jelenti, hogy egy következő hullámot fog elindítani az ár, aminek a legalacsonyabb célára lehet majd a 68,5. 55-ös ár. Ez tehát nagyon pozitív, úgyhogy érdemes szemmel tartani a részvényt, és amikor az a trendvonal felfelé törik, esetleg le is tesztel, és utána elindul felfelé, akkor érdemes megpróbálni. Természetesen ez nem tanács, hanem nyilvánvalóan ti a saját felelősségetekre kell, hogy ezt kivitelezzétek, de technikailag és fundamentálisan nagyon jól néz ki ez a részvény. Nos, mivel tényleg most értem haza a szabadságomról egy 10 órás vezetés után, és ezt a videót még szeretném megszerkeszteni, és a mai nap folyamán felrakni nektek YouTube-ra, ezért most elköszönök tőletek, de maradjatok a csatornán, mert a jövő héten fogok kijönni több elemzés videóval is, és a jövő hét végén pedig újra találkozunk, és nagyon remélem, hogy sokkal jobb híreket fogok nektek tudni hozni, bár igazából ez sem volt túl negatív, csak egy kicsit több türelemre van szükség, esetleg pozíció bezárásra, de vannak pozitív részvényeink is. Mindenkinek nagyon sikeres kereskedést kívánok a jövő hétre, kellemes hétvégét, ha még maradt belőle valamennyi, és találkozunk a jövő hétvégén. Sziasztok!